Szép jó estét, vagy kora estét, vagy szép napot, vagy késő délután kívánunk mindenkinek. Ez itt a Mőkusz Online Könyvfesztivál harmadik napja, amikor is az elmúlt 40 év, vagy inkább mondjuk úgy 50 év egyik töretlen népszerűségnek örvendő életművét fogjuk majd górcső alá venni. Azt gondolom, hogy az már önmagában is bámulatos, hogy valakinek a köteteiből több mint 450 millió példányt értékesítenek világszerte, és ez egyébként még feltétlenül nem is eredmény, az sokkal inkább, hogy valaki 1974 óta gyakorlatilag töretlen sikerrel jelen tud lenni a szórakoztató irodalmi palettán. Ehhez egyébként azt gondolom, hogy nem csupán egy kiforrott és magában ragadó stílusra, vagy humorérzékre, fordulatos történetre, vagy húsvér szereplőkre van szükség, hanem időről időre némi megújulásra, egy kis műfajok közötti kalandozásra is, és tulajdonképpen pontosan ez az, ami a ma esti témánk velejét is adja majd. Engedjétek meg, hogy bemutassam a beszélgető társaimat. Itt van velünk Elvarga Péter, a Pré Irodalmi és Kultúratudományos Folyóirat főszerkesztője és az ELTE oktatója, valamint Gáborják Ádám, az Európa Könyvkiadó szerkesztője is. Uraim, én azt gondolom, hogy egy meglehetősen komoly és némileg teljesíthetetlen feladatra vállalkoztunk így a mai este folyamán. A 40-60 percben próbálnánk meg a popkultúra történetének egyik legszélesebb irodalmi pályafutását áttekinteni. Ezt a nézőinknek mondom, előjáróban nyilvánvalóan nem fog sikerülni, de nem is erre fogunk kísérletet tenni, hanem sokkal inkább arra, hogy olyan kapaszkodókat, olyan támpontokat adjunk nektek, ami bemutatja részleteiben is Stephen King pályafutásának a különlegességét. Előjáróban, mielőtt bármilyen témába is belemerülnénk, egy kérdést engedjetek meg. Nektek személy szerint mit jelent Stephen Kinget olvasni? Miért olyan jelentős itt teljes számotokra az ő életműve? Péter? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást ebbe a beszélgetésbe. Mit jelent számomra Stephen King? Röviden, gyorsan azzal kezdeném, hogy valamikor 13-14 éves korom környékén fogtam először a kezembe Stephen King könyvet, méghozzá teljes véletlenszerűséggel, talán egy rokonlátogatás során a polcról emeltem le, és emlékszem, hogy ez a Christine című kötet volt, és bár nem ifjúsági könyvről van szó, azért a főszereplői ennek a könyvnek korban nem voltak túlságosan messze tőlem, tehát középiskolás srácok és lányok ennek a könyvnek a főszereplői, meg egy érdekes tulajdonságokkal bíró autó, és emlékszem, hogy ez a környezet, ez a millió, ez a középiskolai millió, ezt úgy éreztem, hogy számomra baromi érdekes, ismerős volt igazából. És ezt a könyvet végigolvastam, majd leemeltem a következő könyvet ugyanerről a polcról, ez a Borzalmak városa volt. Egy picit már megfeküdte a gyomromat, de úgy éreztem, hogy találtam egy olyan stílust, egy olyan hangot és egy olyan látásmódot nagyon fiatal olvasóként, amilyennel még nem találkoztam, és innentől kezdve tulajdonképpen nem is volt megállás. A mai napig nagyon szívesen térek vissza ehhez a világhoz, tehát úgy is mondhatnám, hogy bár Stephen King világa sokszor tényleg ijesztőnek hathat, számomra mégis gyakorta, talán éppen emiatt az elbeszélő hang miatt, a stílus miatt, a látásmód miatt otthonossá vált tulajdonképpen. Hát én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát nekem van egy nyilvánvaló kapcsolódásom most hozzá, hiszen a napjaim nagy részét azt most az ő könyveivel töltetem, ugye az elmúlt években. De hát ugye én is, hogyha visszalapozok a saját évkönyvembe, akkor a legelső emlékem az határozottan megvan, ugyanis nekem van egy bátyám, és a bátyám és az ő baráti köre annól még gyerekkoromban behozták az életembe, ki tudja, hogy ez akkor jó volt-e vagy sem, de ugye a horror filmeket és a horror történeteket, úgyhogy nekem egyik ilyen nagy meghatározó élményem volt azból készült korábbi filmváltozat, és a társ horror filmek, és akkor ennek kapcsán ugye jutottam el magához a regényhez is. Reméljük, hogy egyéb
nyomokat nem hagyott, de az olvasmány élmény, amit ez nagyon meghatározta a későbbiekben. Utána megjött ugye a Végítélet, meg a belőle készült sorozat, amit valahogy egyébként nálam ezek így egymás mellett voltak. És hát nyilvánvalóan akkor elsősorban a maga az a hatásfok, amit ki tudtak váltani a történetei, a félelem, meg a horrornak az ilyen olvasmány élményei, de meg a történetek maguk. Viszont utána volt egy kis szünet, és legközelebb, ami ilyen nagyon meghatározó volt, az viszont valahogy úgy alakult, hogy a Tortúrát azt én az egyetem alatt olvastam, és akkor nagyon-nagyon könnyű volt rácsatlakozni arra a gondolkodásra, hogy ahogy ezt az egész ilyen író és olvasó rajongók és szerzőknek a viszonyát, hát nem is túl kényelmesen felvázolta ebben a regényben, úgyhogy azóta egy ilyen teljesen más szemmel nézem, és akkor ezek a könyveik nálam elég más polcon is vannak. Nagyon érdekes egyébként, amiket mondtok, mert egyrészt én is, és ti is, és nagyon sok jó barátom, vagy ismerősem is nagyjából ilyen 14-15, tehát a tínédzser kora környékén találkozott először Stephen King-en. Nekem is egyébként, mint Ádámnak, az volt az első élmény, és egészen pontosan az a mai szemmel is egyébként, még azt mondom, hogy egészen nézhető 1990-es filmadaptáció. És jó, amit mondta Ádám, hogy mert te mennyire rá tudtál kapcsolni arra, hogy erre az író és rajongó történetre a Tortúra környékén, mert hogy én legalábbis, hogyha Kingre gondolok, vagy az első King élményeimre gondolok, akkor soha nem feltétlenül maga a történet jut eszembe, hanem sokkal inkább egyfajta hangulat, ami akkoriban akár körülengte mondjuk azt a történetet, vagy akár az én akkori életemet, és amihez egyébként King tudott nagyon jól kapcsolódni. Tehát egyébként szerintem az ő, ha nagyon fejtegetni akarjuk azt, hogy hol van mondjuk az ő népszerűségének a titka, akkor persze nagyon sok minden közrejátszik ebben, az $1 eladott filmjogok, meg az, hogy orba szájba tolták a különböző csatornákon ezeket a rettenetes filmadaptációkat, tehát gyakorlatilag arra lettünk kondicionálva, hogy mi tudjuk, hogy ki az a Stephen King, de tulajdonképpen az, hogy valami félelmetes módon tud ő kapcsolódni az emberhez, az emberi lélekhez, és gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen korról beszélünk, a tinédzser korról, a gyerekkorról, a fiatal felnőtt korról, az öreg korról, tök mindegy, mert valahogy mindenkihez kapcsolódni tud. Legalábbis nekem ez az egyik fő élményem vele kapcsolatban. Viszont ahhoz egyébként, hogy egy kicsit fel tudjuk tárni szerintem, hogy King tulajdonképpen honnan hozza magával mindazt, ami meghatározta az ő pályafutását, az Írásról című művében fogalmaz azt hiszem úgy, hogy ahhoz, hogy tud, hogy egy író miért azt írja, amit ír, ahhoz pontosan tudnod kell azt, hogy az az író milyen olvasmányélményeket hoz magával, és milyen volt az a közeg, amiből ő jön, vagy amiben felnőtt, és amiben mondjuk alkotni kezdett. És ugye ebben az esetben, szintén talán az Írásról legvégén, ezt Ádám biztos jobban meg tudja mondani, van egy olvasmánylista, ahol fel is sorolja azokat a műveket, amiken ő felnőtt, vagy amiket ő ajánlana. Tehát azt hiszem, hogy mindenképpen meg kell említenünk azokat a hatásokat, amiket ő magával hoz, és most itt beszélhetünk a nagy amerikai írókról, mint mondjuk Hemingwayről, William Faulknerről, Flannery O'Connor az egyik, akit ő folyamatosan említ mindig. Tehát az az érdekes, hogy ő a fő hatásait, amennyire én látom, de aztán majd ti megerősítetek, vagy megcáfoljátok, nem feltétlenül az ilyen filléres horrorkonyva magazinokból hozza, hanem sokkal inkább az amerikai szépirodalomból, ha jól látom. Hát ez azért nehéz kérdés, mert egyrészt én erre azt nem mondani, pont az Írásról alapján, hogy nem. Tehát, hogy nagyon élvezetes olvasmány egyébként ez a kötet, ugye ezt a balesete után, 90-es évek végén volt egy baleset, és akkor azután fejezte be tulajdonképpen ezt a könyvet, ami egyszerre egy ilyen kreatív írás szemináriumkor szánt segédkönyv, és egyszerre egy ilyen önéletírás, és akkor ott nagyon hosszan beszélje a könyvnek, az első fele az arról szól, hogy az ő indulásáról, és nem véletlenül gyerekkornál kezdés, ott nagyon részletesen beszél arról, vagy többször is felhozza, hogy tulajdonképpen az ő olvasmányélménye, azok elsősorban a különböző ilyen
régi Ponyva magazinokhoz kötődik, és hát ezeket, tehát a különböző elsősorban ugye nyilván akkoriban inkább a science fiction és a tudományos fantasztikus más irodalomnak ilyen más alágai hasította, és ezekre volt teljesen rácuppanva, ugye annyira, hogy az általános iskolában megpróbálkozott saját magas szórakoztatására elkezdett összeállítani egy saját magazint is, nagyjából ilyen a kretén stílusában. És emellett meg a különböző B, hát ugye ma már B kategóriásnak, vagy még annak sem mondanánk, ugye a mozi élmények, amikre szintén kitér, és azt hiszem, hogy ezek voltak az alapélmények, és ezek végig megmaradnak, azt hiszem, a témaválasztásain, tehát egy nem véletlen az se, hogy amit a Péter említett, ugye, hogy a Borzalmak Városa című könyv is, ami elsősorban ugye a Dracula történetének, vagy a Dracula történetekhez kapcsolódik. Szóval hogy nagyon-nagyon erősen kötődik ez a hagyományhoz. És pont ezért érdekes az, amit emellett meg említettél, hogy és erre szintén részletesen kitér, hogy valóban nagyon erősen kötődik a kortárs 20. századi amerikai irodalomhoz. Én nem találkoztam még olyan nagyon-nagyon részletes elemzésével ennek az életműnek a szeletére, de ez egy baromi érdekes kérdés. Tehát, és nem is ugye a posztmodern amerikai irodalom, ami mondjuk az elmúlt évtizedben beáramlott Magyarországra, hanem épp az, akik mondjuk mostanában kezdtek újra előkerülni, ugye a Cormac McCarthy, vagy említhetjük ugye a Hemingway mellett a Faulkner, és még lehetne az Árva galambok, az utolsó mozi előadás története, ami például ugye nem csak regényként fontos neki, hanem ugye a Lizzy történetében gyakorlatilag a film is beépül, és hogy ezt valóban érdemes lenne szétszálazni, hogy hogyan kapcsolódik ehhez a fajta irodalomhoz. Nem tudom, hogy Péter egyébként hogy látja ezt a kapcsolódást. Igen, az biztos, hogy a fiatal gyerekkorból, vagy a kamaszkorból elsősorban a rémtörténetek voltak azok, amelyek valószínűleg megalapozták a hatásait, de később észrevehető azért az elbeszélői stílusán, az elbeszélései megalkotottságán, hogy a figyelme ugye a olyan nagy amerikai írók felé irányult, akiket ti is említettetek, Faulkner, Hemingway, McCarthy nagyon érdekes ebből a szempontból, illetve John Steinbeck szerintem, akit szintén többször emleget a regényeiben, ahol az amerikai vidék, az amerikai környezetrajz nagyon fontos. Steinbecknél például ugye a munkásembereknek a kínjai hurcolkodása egyik helyről a másikra, tehát mindez McCarthynál is, ugye az amerikai földnek ez a tulajdonképpen a letapogatása, akár szó szerint értve, tehát a bejárása, a begyaloglása, végigjárása, földtérképezése, ez számos regényben Stephen Kingnél visszaköszön, és most nem csak azokra a mikrokörnyezetekre, vagy mikrokozmoszokra gondolok, mint a Maine-i vidék, a Maine-i kisváros, elsősorban Maine-i kisvárosok, fiktív kisvárosok és olykor valós kisvárosok, hanem mondjuk, ha a végítéletet nézzük, ugye elhangzott példaként, ott például egy újraírt Pioneer sztori is kirajzolódik az amerikai földre vetítve, és ebből a szempontból ezek a hatások szerintem érdekesen jelennek meg, nem mindig nagyon explicit módon, de azért ott van. Steinbecknél pedig azt érzem, hogy Steinbecktől a stílusban és az elbeszélés szerkezetének a fölépítésében nagyon sokat merített, hogyha kinyitunk egy Steinbeck könyvet, akár az Egerek és embereket, amire nagyon sokszor hivatkozik, de a hosszabb regényeit is, a Érika gyümölcs, vagy az Édentől keletre, ismerős lesz a Steinbeck hangja, és azért lesz ismerős, mert szerintem King
nagyon sokat merített tőle, tehát tulajdonképpen a Kingben nagyon erősen felfedezhető ez a egyébként a, ugye a század közepi amerikai realista prózához kapcsolódó vonal. Tehát ezek a hatások szerintem aztán később hasonlóképpen fontossá váltak számára, vagy William Goldingot említeném még, ha már a gyerek tematika szóba került, ennek ilyen-olyan változatai is tetten érhetők szinte a teljes életműben. Igen, ugye alapvetően azt hiszem, hogy egyszer megkérdezték egy interjúban Kinget, hogy melyik, ha választhatna a világirodalom nagy regényei közül, akkor melyiket írta volna meg szívesen, és pont a Péter által említett Legyek ura volt az, amire azt mondta, hogy azt nagyon irigyli az írójától, tehát itt is megvan maga a kapcsolódási pont. Meg hát egyébként, hogyha már William Faulknert mondtuk, akkor ugye alapvetően ő volt az, aki gyakorlatilag minden egyes regényét egy önálló univerzumban egyesítette, gyakorlatilag egy saját magáltal kitalált amerikai megyében, vagy amerikai déli megyében. Ugye King gyakorlatilag hasonlót visz véghez, hiszen ugye minden a művei között folyamatos áthallások vannak, és a televe ott vannak azok a kitalált helyszínek, mint például Derry, vagy éppen Castle Rock, és még sorolhatnánk. Viszont van egy nagyon érdekes, hát mondhatjuk, hogy példakép is talán King előtt, akit sajnos a magyar olvasók nem kifejezetten ismerhetnek. Ez pedig Richard Matheson, akire alapvetően is egyik legnagyobb inspirációjaként hivatkozik King, és én azt gondolom, de aztán majd úgy is elmondjátok a véleményeteket róla, hogy Matheson volt az, aki hát nem kifejezetten csak a legenda vagyokkal, de az ő művészetében lehetett először érezni azt, hogy a horror az már nem csak, én legalábbis, a horror az már nem csak a horrorról szól, vagy nem csak arról szól, hogy megijesztik az embereket, hogy félelmet keltsünk bennünk, hanem arról szól, hogy a horror toposzain keresztül reflektáljunk bizonyos társadalmi problémákra, és én azt látom, hogy egyébként King gyakorlatilag ugyanezt a receptet igyekszik a mai napig követni. Ádám? Hogy a horror az társadalmi problémákra reflektál? Így van, így van. Kingnél mondjuk például. Ezzel tulajdonképpen egyet tudok érteni. Tehát, hogy eleve a... De, és nem is csak társadalom, hanem az egyéni szintjén is. Tehát, hogy eleve megnézzük azokat a közegeket, amikben játszódik. Vagy, tehát, hogy a... Hát, ha nem is szószoros értelemben, de hát azért ilyen felnövés történetekről beszélünk. Szóval, hogy eleve végigköveti ezt a váltást az ember életébe, ugye, amikor részben ugye pont a horrorisztikus történetek hatására válnak felnőtté az emberek. Hát ezt is érdekes lenne végigszálazni, ugye, hogy mennyire lehet rémisztő a férfi korba való lépés egy gyerek számára a King könyvek alapján, de ez valószínűleg azért az ide kapcsolódik. De... Hát ha megnézzük, most így hirtelen a Carrie ugrott be, ami nem csak ugye amiatt is mekkora művek, de ez egy teljesen klasszikus, hogy hogyan próbál meg olyan tök érdekes, ugye, hogy manapság már egy teljesen bevett téma az, hogy ugye az iskolákon belüli bullying, vagy meg az iskolákon belüli erőszakról való párbeszéd, ehhez képest ugye ott vagyunk a 70-es években, és gyakorlatilag ugye egy olyan teljesen alap probléma mentén indul el az egész történet, mint egy ilyen testi élmény, ami ugye a nő, és a, nem tudom, a lányoknak a női válásához kapcsolódó testi élmények, és hogy ebből hogyan bomlik, hogyan búrjázik, nem csak egy közösségi probléma, hanem hogy egy egész városnak hogyan válik a problémájával egy ilyen kiinduló pont. És mindenközben ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy a kirekesztettség, a megkülönböztetések, az előítéletek, vagy hát ugye épp a Carrie-nek az anyján keresztül pedig az, hogy ugye itt a fanatizmus az hogyan tud korlátozóvá válni, és itt most ott éppen a vallási fanatizmus, de beszélhetnénk teljesen másra is. Igen, egyetértek én is, hogy a horror
az képessé válik arra, hogy valamiféle kritikai attitűdöt jelenítsen meg. Érdekes, hogy Kingnél ez a zsáner ugye nem annyira, nem elsősorban mindenféle látványos effektusokon vagy tűzijátékokon keresztül nyilvánul meg, hanem tényleg olyan ős jelenetek révén, mint amit Ádám említett, a Carrie-nek a nyitó jelenete, ugye a menstruáló lány, aki nem is tud róla, hogy mi történik a testével, és az ennek következményeként kialakuló iskolai erőszak, illetve az anyával való rendkívül egészségtelen viszony. Ez ugye egyszerre válik külső horrorrá, tehát valami, ami a testtel vagy a testen kívül történik, és aztán bevonódik sok más is ebbe a történetbe, és természetesen mindez belül is játszódik. Ugye ennek aztán olyan, hogy is mondjam, képletei is születnek a jövőben, immár egyébként például egy Lovecraft hatásától sem teljesen érintetlenül, mint mondjuk az Azban, ahol a léleknek a kínjai, terrorja, félelmei, mindaz, ami egy éppen csak kamaszodó korosztályt, vagy éppen csak kamaszodó gyerekeket, és aztán természetesen nem csak gyerekeket érint, az ugye kivetül, ezek az elfojtások, félelmek kivetülnek ugye az egész város szintjére úgy, hogy a terror az valahova le a csatornába megy le, tehát mintha valahogy így a tudattalannak lenne egyfajta allegóriája, vagy szintén egy ilyen toposza ez az egész az jelenség. Tehát egyszerre vagyunk valahol a lélek mélyén az egyénben, és kint a társadalomban, minthogyha ezek folyamatos érintkezéses viszonyban lennének, de mégis picit elválasztva. És ezt szerintem mesterien csinálja King, nem beszélve arról, hogy a 60-as, 70-es években nem függetlenül valószínűleg teljesen a hivatalos intézményekbe vetett bizalom megingását, vagy a megingásától a tudományba vetett, a tudomány tekintélyébe vetett bizalom megingásától. Nyilván ez az időszak kedvezett a rémtörténetek, horrorregények és hasonló sztorik, sátánfilmek, az ördögűzőt, hogyha említjük például. Tehát, hogy ezeknek a történeteknek nyilván ez az időszak nagyon kedvező volt. Ettől függetlenül mégis valahogy én úgy érzékelem, hogy King tudta összekapcsolni ezt a hármast, az egyén belseje, az egyén teste, és ennek a testnek és léleknek a társadalomban, vagy a nagyobb környezetben való elhelyezkedése, ennek a háromnak az összekapcsolása, és egy nagyon sajátos, tulajdonképpen talán úgy is lehetne mondani, egy második világ létrehozása, mint hogyha a felszín alatt, és a felszín alatti dolgok ismét előkerülnek, nem csak az azban, mintha a felszín alatt mozgolódnának mindig olyan dolgok, amelyekről nem szívesen beszélünk, vagy amelyekről nem illik beszélni, és ezek a nem illő dolgok, ezek nála mindig nagy erővel előjönnek, és azt hiszem, hogy ő e tekintetben volt képes magát a zsánert is picit újra szituálni, maga képére formálni. Nagyon érdekes, amiket mondtatok, mert ez alapján gyakorlatilag az rajzolódik ki, hogy King teljes mértékben valahol a szép irodalom és a szórakoztató irodalom határán egyensúlyozik, és tudom, hogy alapvetően én olvasóként, és én szerintem feltétlenül a nézőink sem tesznek ilyetén különbséget az irodalom között, mert az én részemről vannak jó könyvek, meg vannak rossz könyvek, bár tudom, hogy ez is egyfajta túlságosan sarkos nézőpont, de ugye akkor, amikor megjelent a Carrie 1974 áprilisában, hogyha jól rémlik, akkor King rögtön bekerült ebbe a horror skatujába, vagy horror író skatujába, és hát a horrort akkor bármennyire is próbált reflektálni, akár a társadalmi vagy személyiségbeli problémákra, akkor is még mindig egy ponyva irodalomnak tartották, és egyébként sokan tartják, legalábbis amennyire én látom a mai napig. És Kingben van egy nagyfokú ellentmondás, ahogy én látom, mert
hogy akkor, amikor megkapta ezt a kvázi horror skatuját, nem sokkal utána nyilatkozta azt, ami azóta híressé is vált, hogy a Big Mac és a sült krumpli irodalmi megfelelője vagyok. Ami egyébként tökéletesen leferni azt a ponyva kategóriát, amiben bekerült mondjuk ő az első regény a Carrie megjelenésekor. Viszont jóval később, talán már a 90-es években, sőt, lehetséges, hogy a 2003-ban, amikor megkapta a Nemzeti Könyvdíjat, akkor meg azt mondta, hogy itt az ideje lebontani a szép irodalom és a szórakoztató irodalom közti falakat. Na most akkor tulajdonképpen hol helyezkedik el King művészete? Szép irodalomhoz soroljuk, szórakoztató irodalomhoz soroljuk, ha már mindenképpen kategorizálni kell, és tudjuk, hogy azért az irodalmi piac szeret kategorizálni. Hova sorolhatjuk őt tulajdonképpen? Kezdem én, hogyha az úgy jó. Nem tudom, egyébként ez egy külön beszélgetésnek a témája lehetne, ez végig lehet, tényleg nem, mélyre lehetne ásni. Azt gondolom egyébként, hogy az, hogy ő oda került, mondjuk például a Carrie miatt, az azért részben a témaválasztásánk is köszönhető. Tehát, hogy az, hogy most itt nem tudom, jön egy eleve azért nem finomkodott, tehát ugye, hogy a menstruációs vért köré építeni rögtön egy ilyen nyitó jelentet, meg egy könyvnek az elejét, azért az biztos, hogy néhányan zavarba jöhettek a nem is tudom, hogy más típusú irodalmak, a kötelező olvasmányok, ez jobban ragaszkodó olvasók számára. A másik meg az, hogy mégiscsak egy olyan karakterről van szó, aki valamilyen módon ezért tárgyakat is mozgat, meg fel tud gyújtani helyeket. Szóval, hogy ezek valóban sokkal inkább kötik ahhoz a kultúrához, amit ő ugye a moziból, meg a különböző ponyvalmagizánokból hozott. De hogyha megnézzük mondjuk a Carrie-nek a szövegszerkesztését, az, hogy fragmentumokból épül föl, különböző úgymond vendégszövegeket alkalmaz, kitalált újságcikkeket, visszaemlékezéseket, napoló részleteket, ezek mind arra utalnak, amiket hagyományosan azért sokkal inkább ugye az úgynevezett szép irodalomra szoktak alkalmazni, holott ugye látjuk, hogy ez egy teljesen általános irodalmi eszköz, és a King egyébként nagyon nagy szeretettel él ezzel a gesztussal, tehát hogy nagyon sok kötete, említettem a tortúrát, a tortúrába vajon miért olvassuk azokat a részeket, amik egy fiktív ponyvaragénynek a történeteiből származnak. Szóval, hogy ez is egy ilyen mixelt szöveg, eszembe jut a kívülálló, is tudjuk például, ugye nem csak egy esetleírással kezdik, hanem konkrét rendőrségi dokumentumokból. Szóval ezek mind ilyen, nagyon, nagyon sok ilyen példát tudnánk hozni a különböző könyvekből, és ezt csak zárójelben mondom, hogy azért ebben az időben, mondjuk a 60-as, 70-es években, mondjuk pont éppenség a posztmodern irodalom is egy hasonló elemében volt, és egy radikálisabb szövegalkotási útra lépett. Ezek valamennyire kötik az akkori trendekhez is a Kinget, miközben nem vitatjuk itt a realizmushoz való kapcsolódását. De eszembe jutott egyébként, van egy nagyon kedves része az írásról, ami úgy szól, hogy a nyelv nem mindig köt nyakkendőt, tán a cipőjét se fűzi be. Az irodalmi műnek nem a nyelvtani helyesség a célja, hanem az, hogy üdvözölje az olvasát, azután elmondja neki egy történetet, és amikor csak mód nyílik rá, hagyja megfeledkezni arról, hogy egy történetet olvas. És még folytatja ezt a gondolatot. Szóval, hogy nekem ez az attitűd, ez egy nagyon szimpatikus dolog, hogy ugye, hogy itt nem feltétlenül kell udvariaskodni, meg szépelegni. Ugyanígy az írásról, ha elolvassuk, akkor az derül ki, ugye, hogy azért ő mértéktartó a, nem is tudom, irodalmi eszközök használta, valamint ugye a hasonlatok és metaforáknak a búrjánzással kapcsolatban, hanem az a fontos, hogy legyünk őszinték,
és az, hogy soha nem feledkezünk arról, hogy van egy olvasó a túloldalon, akit valamilyen helyzetbe kell hozni, és egy történeten végig kell vezetni. Nem feltétlenül kell annak lineárisnak lenni, de mindig lesz egy másik oldalon valaki, aki olvas ezt a történetet. És ilyen szempontból nyilván azt tudnám mondani, hogy egy hibrid szerzőről van szó, aki nagyon sok fele kötődik, de hogy pont ő lenne a jó példa arra, vagy ő lehet a jó példa arra, hogy önmagával véve a szép irodalom és a zsáner irodalom megkülönböztetése azon kívül, hogy mondjuk egy jó kis, nem tudom, marketing és kereskedelmi megkülönböztetésre, illetve társadalmi csoportok megkülönböztetésre alkalmas kategória, hogy ezeket feloldjuk. Tehát, hogy ő például egy olyan szerző, aki érdekes módon pont az elmúlt, nem tudom, 20 évben Magyarországon is egyre népszerűbb ugye az egyetemi körökben. Tehát nem véletlenül, hogy törnek föl ezek a rétegei és az ő regényeinek, és hogy egyre izgalmasabb dolgokról beszéltünk. Igen, amikor azt a kijelentést tette, hogyha jól emlékszem, a 4 évszak című Different Seasons, a Remény rabjai címe jelent meg magyarul, ugye ez a 4 nagyobb elbeszélést tartalmazó kötet annak idején, amelynek az utószavában a Big Mac hasonlatot tette, majd hozzátette azt is, hogy értem és érzem a magas irodalmat, de hogy magam műveljem, az lehetetlenség, valami ilyesmit mondott. Viszont amikor ezt mondta, nagyjából a 80-as évek első felében volt, akkor a zsáner irodalom és az úgynevezett magas irodalom, vagy elit irodalom, a populáris irodalom és az elit irodalom közti határvonalak még valamivel szilárdabbnak mutatkoztak. Vagy nem volt talán annyira, még nem volt szokás ezekről a határokról megfeledkezni. Ma már azért számos olyan kutatást ismerünk, amelyek nem ennek a határvonalnak a fenntartásában, hanem éppenséggel ugye a lebontásában érdekeltek. Ugye Ádám említette a posztmodern irodalmat, ugye többek közt a posztmodern irodalomnak köszönhetjük azt is, amely voltak éppen magához, nem is az magához engedte, hanem inkább bekebelezte, vagy magába foglalta, vagy legalábbis beépítette, hogy hozzányúlt a populáris zsánerekhez. Ez fordítva nem mindig történt így, vagy talán nem történik így. Ebből a szempontból lehet, hogy érdemes megkülönböztetni a tömegkultúrát a populáris kultúrától, vagy a tömegirodalmat a populáris irodalomtól. King szerintem ez utóbbiba tartozik, és nem véletlen lehetett az sem, hogy még az említett kijelentések a Big Mac hasonlattal és a magas irodalomra való képtelenséggel kapcsolatban a 80-as években születtek, vagy a 80-as években mondta ezt, néhány évtizeddel később, ugye, amikor teljesen más szituációban állunk, már talán ő maga is ugye erről másképp nyilatkozik, és valószínűleg a kritikai megítélése is immár más. Ami pedig az Írásról című könyvnek a főbb kijelentéseit illeti, nekem eszembe jutott az a pont, amikor azt mondja, hogy nem a cselekmény a fontos, hanem a történet. Valahogy úgy fogalmaz, hogy a cselekmény az első a nem jó író készletében, és a jó író készletében viszont a cselekmény az utolsó. És kis régész ecsetkékkel kell óvatosan közelíteni a történet csontvázához, hogy szépen feltárjuk, hogy mit is rejtenek, mit is rejt a föld, milyen csontokat rejt a föld. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy látszólag a történet és a cselekmény, minthogyha ugyanazt jelenteni, pedig nem ugyanazt jelenti,
és amiben szerintem King igazán szép irodalmi, lehet ezt mondani, az az, hogy az ebben a felfogásban áll, tehát hogy a történet fontos neki, igen, tehát olyan regényeket, elbeszéléseket ír, amelyekkel az a célja, hogy megragadja az olvasók figyelmét, szórakoztassa őket, nagyon bátran és következetesen használja a szórakoztatás szót, mindenféle skrupulusok nélkül. Ugyanakkor ez nem merül ki abban, hogy izgalmas cselekményeket, vagy pusztán izgalmas, vagy pusztán a hatásra rámenő, rájátszó cselekményeket vezessen elő. És éppen emiatt a történetei olykor nagyon lassúak. És ez a lassúság, ez a hömpölygés sokszor, ez a fölépülés, a konstrukciónak a hát nyelvi fölépülése, poétikai fölépülése. Ez azt hiszem az a tulajdonsága, amit egyébként a mondjuk úgy, hogy a tömegirodalom, a tömegkultúra pusztán hatáseffektusokra építő vagy épülő alkotásai nem biztos, hogy tehát nem biztos, hogy ezekkel az eszközökkel rendelkeznek. Míg King rendelkezik ezekkel az eszközökkel. Egyébként elképzelhető az is, hogy szerintem nekünk olvasóknak sokkal kevésbé fontos az, hogy hova kategorizáljuk a Kinget, hogy minden áron belrakjuk valamilyen fiókba, mint amennyire mondjuk az irodalomkritikusoknak fontos. Azt hiszem, amikor 2003-ban megkapta a Nemzeti Könyvdíjat, akkor Harold Bloom, akkoriban, a haláláig az egyik legismertebb amerikai irodalomkritikus volt, és azt hiszem, hogy ő mondta, hogy az amerikai irodalom hanyatlása az, hogy Stephen King megkaphat egy ilyen jelentőségű díjat, ami ugye gyakorlatilag a harmadik legjelentősebb irodalmi kitüntetés az irodalmi Nobel és a Pulitzer díj után. De azt hiszem, hogy nekik lehet, hogy fontos, szerintem nekünk jóval kevésbé fontos az, hogy tulajdonképpen King milyen műfajban is alkot, viszont ugye miután alapvetően a mai beszélgetésünknek is egyik fő témája az, hogy hogyan tud King a különböző műfajok közt kalandozni. Akkor most, hogy nagyjából elraktuk már egyfajta skatujába, akkor rakjuk el még egy skatujába, hiszen azért ő az utóbbi időben is főleg, de hogyha csak a Sötét Torony sorozatra gondolunk, akkor gyakorlatilag már a 80-as évektől folyamatosan kalandozik, akár a thriller, a fantasy, ugye nyilván a horror, illetve most ugye az utóbbi időben különösen akár a Kívülállót, vagy a Bill Hodges trilógiát érintve a krimi műfajaiba is. Viszont amennyire én látom, számomra például a Bill Hodges trilógia nem egy tipikus krimi. Tehát kicsit nekem úgy tűnik, mint hogy amihez King hozzányúl, az egy olyan tipikus Kinges, tipikus Kingi műfaj lesz, és az lehet akár az a hibrid is, amit Ádám is említett. Nem tudom, ti hogy látjátok ezt a kérdést. Valahogy ezzel teljesen egyet tudok érteni. Olyan elemekről van szó, tehát mégis olyankor krimi, horror, nem tudom, vámpír történet, bűnügyi történet, most ez hosszan lehetne sorolni, hogy mikhez veszten, és ezeket azért lecsupaszítható elemek, tehát hogy mindannyian meg tudnánk tenni, hogyha mondjuk nem tudom, megnéznénk 50, vagy elolvasnánk 50-50 darabot ezekből a különböző típusokból, és nyilván ugye szerintem azt tud előrelépni, aki mondjuk nem csak rátámaszkodik ezekre a vázakra, hanem ugye megpróbál valami egyedit is alkotni belőle, és valószínűleg ez történik az általad említett könyvekben is. Az egy jó kérdés, hogy mondjuk miért van az, hogy mondjuk a 2000-es évek után mint ha ez kezdene domináns lenni. Tehát, hogy itt gondolok akár az általad említett könyvekre, de mondjuk, hogyha megnézzük az intézetnek a szerkezetét is, jó, utal ugye természetfeletti dolgokra, de mégiscsak egy, nem tudom, gyerekek elrablásáról szól, tehát hogy ez a kiindulás. Vagy hogyha jól tudom, ugye a következő könyvei is inkább a krimihez kötődnek.
Szóval, hogy vajon van-e, lehet-e ilyen fordulatról beszélni mondjuk az életműben, mondjuk a 2000-es évektől, vagy sem. Vagy megnézhetjük akár a Lizzie történetét is, ami egy szerintem az egyik legkülönlegesebb könyve az életműnek. Pont részben azért, mert kapcsolódik ahhoz, amit az eddigiekben mondtunk, tehát hogy azt hiszem, hogy a nyelvnek a működéséről, meg az irodalmi nyelvnek a működéséről és felépítéséről, és hogy hogyan bomlik ki egy történet, azt abban nagyon-nagyon jól illusztrálja, miközben ott is arról van szó, hogy egy feleség, ugye a 2 évvel ezelőtt elvesztett férje után, úgy dönt, hogy író férje után, bocsánat, szóval, hogy a 2 évvel ezelőtt elvesztett író férjét gyászolván, ugye úgy dönt, hogy akkor most már felszámolja a hagyatékot, hogy valamit kezd azzal a halommal, ami az eddig nem jót, és akkor itt jönnek elő a különböző rejtélyek, és különleges emlékek, és élmények, és ott is egyfajta ilyen nyomozás kezdődik el a különböző szálak után. Tehát, hogy ez is nagyon kötődik a krimihez. De mondhatnék egy másik példát is, ami meg mondjuk a Colorado-i kölyök lehet, ami miről szól, két öreg muki, egy fiatal újságíró tanasznak elmesel egy történetet, miszerint elmesélik a Colorado-i kölyök történetét, akit ugye holtan találnak egy reggel, és keresik a gyilkosát. És tulajdonképpen semmi másról nem szól az egész történet, hogy hogyan próbálják meg felgöngyölíteni ezt az egész nagyjából, nem is tudom, egy másnapi cikket érdemlő, vagy manapság már gyakran látott ilyen kis hasábokat jelentő eseményt, és hogy közben meg, ha jobban belegondolunk, hát mi kapcsolódik le inkább a Poe, meg a Poe-nak a bűnügyi történeteihez, meg ugye a Sherlock Holmes történetekhez, amik szintén ugyanígy épültek föl, hogy nem feltétlenül magát az eseményeket követjük, hanem ugye végighallgathatjuk azt, hogy hogyan oldódik meg a történet, vagy mi lehet a megoldás annak a bűnügynek. És azért mondom, hogy ez is arra mutat, hogy mennyire kötődik a klasszikus irodalmakhoz, és mindig felhasználja ezeket az elemeket a különböző típusok alkalmazásával. Igen, én is úgy látom, hogy szeret a zsánerek közt kalandozni, szereti kipróbálni magát különböző zsánerekben. Most hirtelen a Rémálmok és Lidércek című novellás kötet jutott eszembe, ami szerintem egy nagyon különleges elbeszélés gyűjteménye Kingnek. Nekem meggyőződésem, hogy regényt sokkal-sokkal jobban tud írni, mint rövid elbeszéléseket, viszont ez az elbeszélés gyűjtemény sok szempontból különleges, többek közt abból a szempontból is, amit itt most fölhoztatok, vagy fölhoztunk, hogy hogyan képes egyszerre több zsánerben, több elbeszélői hangot, több elbeszélői modalitást, elbeszéléshez való viszonynak a változékonyságát fölvillantani. Tehát ott ebben a novellás kötetben is olvashatunk ugye science fiction történetet, krimit, antidetektív történetet, horror sztorikat, klasszikus, mondjuk úgy, hogy klasszikus szépirodalmi elbeszéléseket. Ja, ugyanúgy megjelennek ezek a példaképek, vagy ősképek, akiket Ádám is említett, például a kötetet nyitó Dolan és a Cadillac című hosszú elbeszélés, ez az őrült elbeszélő, mint Poe-nál oly gyakran előfordul, ezek abszolút ott játszanak a történetek mögött, és ezekhez bátran tud nyúlni, vagy úgy képes akár mondjuk nem csak zsánerek közt, hanem
hanem popkulturális műfajok közt ugrálni. Mondjuk a Haver baromi jó zenekarunk van, nem tudom, emlékeztek erre a novellára, tehát a rock'n'roll imádata a Kingnek, a zenei imádata, ami nagyon-nagyon sokszor megjelenik. Ebben a novellában szerintem kimondottan szórakoztató módon egy ilyen meghalt, halott rockénekesekkel teli Rockmennyország nevű faluban egy parádés történetet visz végig, egy elveszés, vagy egy a jártösvényről való letérésnek a következményeként megyünk mi is, vagy látogatunk mi is el ebbe a faluba, tehát egyszerre fölvett elmemozdító kérdéseket, vajon miért van az, hogy kedvenceink, rockzenészek olykor különös körülmények között és furcsán fiatalon haláloznak el, miért nem élnek tovább. Másfelől pedig ebből a kérdésből csinál egy tulajdonképpen egy rendkívül humoros horror sztorit, ahol Elvis Presley a polgármester. Tehát azt akarom mindezzel csak mondani, hogy szerintem bátran kísérletezik azzal is, hogy nem csak a műfajok vagy zsánerek közti interakciókkal, hanem nem, és nem csak a különböző műfajok, mint zenei és irodalom egymásra rájátszásával, vagy egymásra vonatkoztatásával, vagy beemelésével, hanem a komolyság és a humor, ezek ugyanúgy megjelennek nála, és ettől, vagyis mondjam, kap még egy olyan fűszert, amitől még érdekesebbé válik. Nézem közben a kommenteket, mert egyébként a nézőink is nagyon jó hozzászólásokat tesznek itt közben, és egyébként buzdítanék is mindenkit arra, hogy tessék kommentelni és nézni a Möbius Online Könyvfesztivál élő rendezvényeit, hiszen a kommentelők közt egyébként a Möbius Könyváruház az a beszélgetésekkel részt vett írók műveiből fog majd kisorsolni egy nagyobb könyvcsomagot, tehát mindenképpen érdemes. És hát persze elindult a találgatás, hogy mi lesz majd az a két kötet, ami előrendelhetővé válik majd 19 órától, úgyhogy furcsán fog hangozni, de érdemes várni az előadás végét, mert hogy a Lizzie története és az írásról 19 órától 30% kedvezménnyel előrendelhető lesz az Európa Könyvkiadónál és a Möbiusnál is. Úgyhogy aki esetleg, láttam többen is írták, hogy az írásról elolvasnák, csak már sehol sem kapni, hát most hamarosan kapható lesz, úgyhogy ti lehettek az elsők, akik majd elő tudjátok rendelni. Na de amiért most itt említettem a komment szekciót, valaki írt, és mindjárt visszakeresem, hogyha pici türelmeteket kérhetem. Igen, sok olyan embert ismerek, akik azért nem szeretik Kinget, mert tök unalmas, idézőjelben. Való igaz, és nekem megmondom őszintén furcsa módon, a Pretty Mates nevű dán heavy metal rock zenekar jut eszembe róluk, akikre szokás mondani, hogy heavy metalnak túl puha, de hard rocknak meg túl kemény. Tehát valahol a kettő közt egyensúlyoznak, és amikor megkérdezik, hogy egyébként ilyen ragadós dallamokkal, meg ilyen tuti riffekkel miért nem százezres arénákat töltenek meg, akkor sokan azt szokták rá válaszolni, hogy talán azért, mert pont valahogy a kettőnek a határmezsgyéjén mozognak, és ezért egyik oldalt sem tudják igazán a magukévá tenni. Na most Kingnél ez nyilván nem igaz, mert az a 450 millió példány, vagy eladott példány azért alapvetően önmagáért beszél, de hogy talán itt lehet az, hogy miért van az, hogy valaki óckodik tőle, mert óckodunk tőle, mert nagyon hosszú regényeket ír, és nagyon részletesen van kifejtve a történet, meg óckodunk tőle azért, mert horror, és ugye alapvetően a horrorral kapcsolatban megvannak azok a sztereotípiáink, amik egyébként valahol jogosak is, hogyha mondjuk a 2010-es évek horror termését veszik figyelembe, mondjuk filmes termését, de hogy alapvetően, hogyha most ajánlanátok, vagy ajánlatok kellene egy kaputrokként mondjuk egy Kinget azok számára, akik jelen pillanatban óckodnak tőle, hogy Kinget olvassanak, teljesen mindegy, milyen okból kifolyólag, akkor melyik műveket ajánlanátok? Ádám? Hú, ne én legyek az első. Akkor Péter? Nehéz kérdés, mert
azért nehéz kérdés, belépő könyvként ajánlani, tehát tényleg mindegyik, vagy zöme hosszú, lehet, hogy a 70-es, 80-as években íródott könyvek sok tekintetben 2020-ban is mondjam, már olyan világot idéznek meg, amihez egy kis internetezés is kell. Az én személyes kedvencemet inkább mondom, hogy az én személyes kedvencem az utóbbi 11 néhány év terméséből, az a 11-22-63 volt. Ez egy nagyon terjedelmes könyv. Tehát valakinek a kezébe nyomni, hogy akkor kezd ezzel, az nem biztos, hogy jó ötlet volna. Viszont van egy nagyon klassz időutazásos narratíva, van benne egy nagyon jó történelmi alapszituáció, és van benne egy igazán szép és jól lekerekített szerelmi történet. Én lehet, hogy ezt mondanám, hogy ezt érdemes, aki óckodik. Egyébként nem is annyira horror történet. Krimi szálak vannak benne, alternatív történelmi vonalon, nagyon jól fut, nagyon sajátos King narrátora van, az irodalom szeretete nagyon hangsúlyosan megjelenik benne, explicite is. Lehet, hogy ezt mondanám, hogy ezzel érdemes lehet talán próbálkozni. Ádám, nem muszol meg. Igen, egyébként azért nehéz a kérdés, mert hogy ugye kinek mit, tehát ugye ahogy az a beszélgetésből is kiderült, hogy tehát hogy nem tudom, tehát a krimieinek is neki lehet állni, hogyha valaki nagyon óckodik a horrortól. De amiről úgy szörmentén beszélgetünk csak, de hogy mégiscsak az van, hogy ott vannak a kisregényei meg a novellái, és hogy persze értem, amikor azt mondják, hogy terjedelmes műveket hoz létre, és hogy lehetne akár húzni is belőle, vagy szóval, hogy persze ilyenekről lehetne vitatkozni, de egyébként érdemes akkor szétnézni a kisregényei és a novellái között is, akár ugye az éjszakai műszakot, mondjuk az, tehát hogy mondjuk a korai közül semmíteni egy könyvet, mert hogy szerintem mindaz, amit az irodalom kapcsán elmondtunk, az azért kiderül, hogy szerintem zseniális ezekben a kisebb műfajokban. És hogy lehet, hogy nem, mit, van olyan novellája, ami nem annyira revelatív, meg nem vág földhöz, de azon is meg lehet nézni azt, hogy mondjuk, hogy mennyire hogy építi fel a szövegeit, szóval hogy azok is jól megszerkesztettek, meg jól megírta. Úgyhogy, és ezt azért is akartam elmondani, mert ugye ott van most a Minél véresebb című új könyve, vagy ami legutóbb megjelent nálunk, és hogy nekem az például azért volt izgalmas, ez így négy kisregényt tartalmaz, és akkor, hogy ezek teljesen korrekt King művek, jó, egyik épül a Mr. Mercedesnek a világához, a másik a nem tudom, a technofóbiájához kapcsolódik, ugye a Mr. Harrigan telefonja, ott van benne a patkány, ami az író és a szövegviszonyát tárgyalja, de ezek mind szerintem nagyon érdekesen és jól van megcsinálni, és akkor van egy, ugye a Csák élete című sztori, amit meg így én nem tudom, mikor olvastam tojára Kingtől, ami teljesen rendhagyó, szerkezetileg is rendhagyó. Nem is tudom, hogy kisregénynek nevezem-e, vagy minek, szóval ilyen jelenetekből épül föl, szóval, hogy tud friss lenni, tehát, hogy pedig ugye hol vagyunk már, tehát, hogy hol lehetünk még egyáltalán a csúcsát az életműnek, vagy hát ez hol helyezkedik el, és akkor teljesen tud új dolgokkal előállni, úgyhogy ezeket is meg lehet nézni. De ha a szívemre teszem a kezem, és tényleg ajánlani kell, akkor sajnos nekem a tortúra az egy eléggé olyan helyen van, ahol egy olyan kis ládikával Kingen belül is, amire azt mondom, hogy én mondjuk lehet, hogy azt mondanám, oké, az lehet, hogy a keményen műfajok közül kerül ki, de hogy önmagával éve annak például vannak hát
Hát ugye a humor vagy a szarkazmus azért eléggé megjelenik abban a történetben, tehát hogy én szeretem annak a könyvnek a humorát is, tehát tudom így is olvasni. Miközben el lehet olvasni tényleg King által írt romantikus regény részleteket is, tehát hogy ezek mind olyan apróságok, amik szerintem rendkül jó. Tehát hogy én lehet, hogy azt mondanám. Örülök egyébként, Ádám, hogy felhoztad, de hogy hol helyezkedik el Kingnél a karrier csúcsa, mert egy dologról nem beszéltünk, pedig ez King kapcsán, hát egyrészt fontos, másrészt gyakorlatilag a kritikáknak a mindennapi témáját szolgáltatja, az pedig az író és a kor összefüggése, ezt így is írtam fel magamnak, hiszen amikor kijön egy-egy új King regény, akkor nagyon sokszor arról beszélünk, hogy, és ezt egyébként a legutóbb hangsúlyosan a Lizzie történeténél olvastam nagyon sok ilyen jellegű kritikát, pedig ugye arról kötetről még maga King is azt mondta, hogy ő sem hitte volna, hogy még meg tud írni egy ilyen regényt, de hogy valamikor talán a 90-es évek közepétől sokan mondják, hogy kicsit belassultak a történetek, még annál is jobban, mint amilyen lassok akár régebben voltak, hogy kevésbé cselekményesek, sokkal részletgazdagabbak, ami mondjuk a szereplőknek a belső lelki világát illeti, és nyilván ezt is mondja Kingre, hogy elpuhult. Na most, és ugye, hogy lejárt a nagy korszaka, ami a 80-as években volt, mert már nem drogozik, mert már nem iszik, tehát akkor már biztos, hogy mint ahogy a rockzenészeknél is azt szokták mondani, amikor már leállt a függőségeivel, akkor már nem ugyanazt a zenét csinálja, mint amit csinálta akkor, amikor még minden egyes nap valamilyen tudatmódosítószerrel élt, és ez King is megkapja ezeket a kritikákat. Tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy szerintetek ilyen szempontból King változott-e? Ugye 1974 óta van a pályán, az ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 50 éve, tehát fél évszázad brutálisan nagy idő. Az egyértelmű válasz nyilván az lenne rá, hogy hát hogy ne változna. Senki nem tudja ugyanazt megírni 30 évesen, mint 70 évesen, de hogy alapvetően az ő prózájában, az ő ábrázolt képeiben, akár a karaktereiben látható-e számottevő változás így az elmúlt évtizedek során? Péter? Először nagyon röviden ahhoz kapcsolódóan, hogy a drogok és hasonlók, lehet, hogy bizonyos értelemben a produktivitást ezek befolyásolták annak idején, de lehet, hogy ezt zárójelezni lehet. Ez nem biztos, hogy ezzel közelebb kerülünk a dologhoz. Én is egyébként a 80-as évek korszakát szeretem a legjobban, és hogyha mondjuk egy ráeresztenénk egy alapos pszichoanalitikus olvasatot erre a korszakra, akár a Tortúra, vagy a Párregény a Halálos Árnyék kapcsán, akkor láthatnánk, hogy mi foglalkoztatta akkoriban igazán a szerződ. Én őszintén szólva olyan hatalmas törést az életműben azért nem érzékelek. Tehát egy ennyire produktív szerzőnél, aki tényleg, akinek lételeme az írás, tehát aki nem azért ír sokat, mert minél többet el akar belőle adni, vagy aki beállt egyfajta tömegtermelésre, erre többször célozgat King, hogy neki ez az életformája, ez a lételeme, írnia kell. És néha becsúsznak nyilván olyan könyvek, amelyek talán kevésbé sikerültek. Egy ekkora életműben szerintem ez óhatatlanul így van. Ettől függetlenül én olyan óriási törést nem látok azért a korai művek és a kései művek írásmódja, stílusa, karakterek között. Persze vannak olyanok, amelyek esetleg picit fáradtabbnak tűnnek, vagy kevésbé nyersek a koraiakhoz képest, de meg lehet szerintem találni a kedvenceinket. Nem nagyon szoktak beszélni a 90-es évekből a Nem jön szememre árom című könyvre, kicsit kapcsolódik a Sötét torony szágához. Szerintem ennek a korszaknak az egyik ugyanolyan szuper könyve, mint mondjuk, ha már a Tortúra szóba került, akkor ennek a feminin verziója a Bilincsben, vagy,
vagy ahogy említettem, az ezredforduló utáni korszakból a 11-22-63, ami egy nagyon nagy konstrukció szerintem, tehát tényleg ki van találva, össze van rakva, meg van írva, bele van téve az anyag, tehát és lehet, hogy tudnánk mondani olyan könyvet a korai korszakból is, amit kevésbé sikerült, vagy ami nem annyira ütős, mint mondjuk az Állattemető, vagy a Ragyogás, de hatalmas töréseket, amit ráadásul esetleg életrajzi összefüggésekkel lehetne magyarázni, az annyira nem érzékelek ebből a szempontból. Bocsáss meg, Ádám, miért válaszolsz, csak egy kommentet felolvasni, mert egyébként lehet benne igazság akár. Zsolt írta nekünk, hogy nem az írásai lassultak be, hanem a fogyasztók ingerküszöbe változott meg, annyiban, hogyha a negyedik oldalon nincs 8 halott, a filmben meg nincs percenként 4 robbanás, az már lassú és unalmas. Valami egyébként ebben is lehet. Bocsáss meg, hogy közben, csak ezt szeretem volna így még beolvasni. Nem, ezt szerintem teljesen így van, meg hát ugye, ha az író, csak hogy visszakapcsolok, amit az elején elmítette, ugye, hogyha az írónak a beágyazottsága is fontos lehet, akkor miért lehetne fontos az olvasónak a beágyazottsága, úgyhogy persze vannak ilyenek. Egyébként én sem érzékelek ilyen jellegű változást. Pont az, hogy mindig kiderül, hogy amikor azt gondolná az ember, hogy nem tudja megírni már, akkor úgy is megírja. Ugyanaz csak a tehát, hogy ugyanolyan csúcson, vagy jól teljesítve az egész, csak nyilvánvalóan mondjuk a korai műveinek volt azért egy ilyen meglepetés faktora, szerintem. Tehát, hogy ezt nem lehet kihagyni ebből az egész történetből, ami már lehet, hogy kevésbé, vagy pont, hogy immunisabbak vagyunk ezekre a dolgokra. Én egy valamiben kételkedem, ez nyilván egy kicsit hülyén is fog hangzani, de hogy én például Lizit azt nagyon nagyra tartom, és azt nem tudom, hogy azt mondjuk meg lehet-e ismételni. És tudom, hogy ennek kapcsán is az egyik legtöbb kritika az szokott lenni, hogy egy az, hogy túlírt. De közben, hogy ha valaki elfogadja azt a, nem tudom, paktumot, amit ott felállít, hogy itt egy nagyon személyes történetről lesz szó abban az értelemben, hogy egy házas pár életébe fogunk beletekinteni. Kettő, a férj az író volt, és ezt a King nem hagyta figyelmen kívül, és azért szabadjára engedt a nyelvet, tehát hogy folyamatosan beépíti a nyelvi fordulatokat a balregénybe. Három nagyon lehetne sorolni, de alapvetően két meghatározó helyszínen játszódik, tehát hogy egy, nem is tudom, szinte egy ilyen régi drámára hasonlít, ahol kevés helyszínen történik a sok cselekmény. És hogyha valaki ezeket így elfogadja, és ráül, hagyja magát vinni, akkor egy ilyen hihetetlen történetet olvashat, és ki kell azt is mondanunk, hogy igen, a horror király megírja ugye a szeretetnek a könyvét is, és bármilyen gicsisen is hangzik, nyilván az a szeretet is kellő pszichopátiával, pszichológiával, pszichés mélységgel lesz tele, szóval nem egy egyszerű sztori az egész, de hogy hogy ott például pont a mondjuk az, ami az írásról lapján kifejt, hogy fogjuk azért egy kicsit vissza magunkat a nyelvi képekkel, vagy gondoljuk át, nem kell minden mondatba belerakni egy hasonlatot, vagy egy metaforát, azt ő itt picit félreteszi és hagyja dolgozni, és a nyelv által hoz létre, pont ezek az írói nyelv által hoz létre egy nagyon sajátos szerelmi kapcsolatot, házasságot, aminek a működése az részben a nyelvhasználaton működik, hogy mit jelent a gonoszot, vagy hogy mit jelent a paragony, mit jelent a dincsvadászat, ezek mind olyan szóalkodások, amik beépülnek az ő életükbe.
és ugyanakkor meg a feleségnek a család, a nővéreivel való viszonyában is megjelenik. Tehát, hogy láthatjuk azt is, hogy a nővérek egymás között hogyan használnak egy sajátos nyelvet, és ez és szerintem tök izgalmasá teszi ezt a könyvet, és ezt most attól függetlenül mondom egyébként, ami, hogy pont ezért, vagy illetve én pont ezért örülök, hogy úgy alakult, hogy ugye filmfeldolgozás, tehát hogy sorozatot készítenek belőle, vagy minisorozatot készítenek belőle, és ennek kapcsán lehetőség van arra, hogy újra megjelenjen ez a könyv. Jött egy nagyon érdekes kérdésünk Pétertől. Változott-e King abban a tekintetben, hogy egyre gyakrabban érint mostanság trendi társadalmi vagy politikai témákat? Ugye erre az emelkedés lehetne mondjuk egy nagyon aktuális példa, az Emelkedés című kisregény. Ez feminizmus, szexizmus, rasszizmus, LMBTQ, erről mit gondoltok? Péter? Szerintem ezek a témák mindig jelen voltak nála, hogyha csak az azra gondolunk, ugye a kirekesztés és az elnyomás különféle formái, a Bilincsben című regényre gondolunk, amit az imént említettem, szintén a házasságon belüli erőszak, nők elleni erőszak, és így tovább, ezek számos-számos helyen megjelennek a korai életműben. Az kétségtelen, hogy az Emelkedésben explicit módon jelen van az aktuál politika. Az a helyzet, hogy a Trump adminisztrációt ezt merre szívta King nagyon, és méghozzá jogosan is, tehát lehetett követni a Twitteren, meg a Facebookon, pontosan tudtuk, hogy mi az álláspontja ezekben a kérdésekben, és ezt egy picit belevitte a vagy explicitebb módon, konkrétabban belevitte az Emelkedésbe. Egyébként nem baj, szerintem ezek simán megférnek, meg jó is, hogyha bizonyos dolgokat így módon tisztáz, de maguk ezek a témák azért jelen voltak már korábban is. Nem ilyen explicit módon, de jelen voltak. Ezzel én is egyetértek. Nagyon inkább csak annyit tudok hozzátenni, hogy az az érdekes, hogy mostanában több hasonló témát feldolgozó hasonló terjedelmű könyvet kellett olvasnom, és hogy erről igazából azt gondolom, hogy ez látszik, hogy a kortárs amerikai irodalomban ez most egy fontos, tehát hogy erről beszélni akarnak a szerzők. És azt meg marha nehéz megítélni innen Magyarországról, pláne magyar nyelven olvasva majd, hogy most akkor ez itt, ennek a súlya ez hol van, hiszen ugye nem abban a közösségben élünk. Úgyhogy az Emelkedéséket például számomra pont azért volt érdekes, hogy hogyan tud egy ilyen egyszerű témát is megbuherálni, tehát hogy az, hogy azért is beleviszi a fantasztikus irodalomba, az irodalomba ezt a sztorit, tehát hogy azért mégse egy realista próza lehet, hanem hogy egy a fantasztikumhoz kapcsolódó mű. Úgyhogy, de valóban a Péter teljesen értek, hogy korábban ez már többször megjelent. Uraim, az a helyzet, hogy 1:10 járunk, túl is léptük az időt, és hát azt gondolom, hogy igazából reggelig tudnánk itt beszélgetni még Kingről, viszont már valahol le kell ülnünk azért ezt a beszélgetést is. Én nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy rendelkezésre álltatok, és hogy ennyi hasznos információt megosztottatok velünk. A nézőknek pedig azt szeretném tanácsolni, hogy egyrészt a beszélgetés visszanézhető lesz, tehát ha lecsúsztatok az elejéről, akkor ezt lehet majd pótolni, és amennyiben vannak olyan ismerőseitek, akik hezitálnak még, hogy olvassanak-e Kinget, küldjétek el nekik a linket, hát a kedvet kapnak majd ettől. Aki pedig várta az írásról és a Lizi történetét, vagy akár még nem rendelte meg, aminél véresebbet, akkor tessék átmenni az Európa Könyvkiadó weboldalára, vagy a Möbius oldalára, és vigasztalni este egy kis Kinggel. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Urak, nektek a legjobbakat, és jó King-olvasás mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.